Erasmus Plus, a Nyíregyházi Egyetemen évről évre növekszik a külföldi egyetemeken is tanuló hallgatók száma. 11 település érintett, folyóparti turistahelyeket épít a Felső-Tiszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Magyar Kajakkenu Szövetség. Vizsgáznak a fiatalok, megkezdődtek a szakmai szintvizsgák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A következő hetekben közel 2009-es diákat számolt gyakorlati tudásáról. ...64 hallgató és 53 oktató mintegy 155 ezer eurót nyert el a tavalyi évben az Erasmus Plus programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nyíregyházi Egyetemen évről évre növekszik a külföldi egyetemeken is tanuló hallgatók száma. Az egyetemisták mobilitását elősegítő ösztöndíjprogram kedvelt itthon, hiszen a külföldi egyetemeken szakmai tapasztalatot, nyelvtudást szereznek a diákok. Egyébként uniós irányelv, hogy 2020-ra a felsőoktatásban tanulók minimum 30%-a legalább egyfél évet töltsön el idegen nyelvi környezetben. Fazekas Anita gazdálkodás és menedzsment szakos harmadéves hallgató a Nyíregyházi Egyetemen nemrég tért haza Portugáliából. Az Erasmus Plus ösztöndíjprogram jóvoltából 5 hónapot töltött az Évorai Egyetemen. Anita örült a lehetőségnek és annak, hogy idegen nyelvi környezetben tanulhatott, ezért is pályázott. Angolul tanultak és vizsgáztak, de a portugál alapjait is megismerhette. Kapcsolatrendszere és a szakmai gyakorlatban szerzett tapasztalata is bővült. Én úgy vettem, hogy sokkal gyakorlatorientáltabb, itt inkább az elméletre mennek rá a tanárok is, és az oktatás is. Ott kint sokkal több volt a gyakorlatunk, kézzel kellett készítenünk dolgokat, úgyhogy nagyon élveztük. A hallgatók olyan kurzusokat vesznek fel, amelyekre az anya intézmény krediteket ír jóvá. Az Erasmus Plus program a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak nyújt lehetőséget külföldi tanulmányokra. A Nyíregyházi intézménynek 48 egyetemmel van partneri szerződése, hallgató és oktató cserére. Az Erasmus Plus programban résztvevő hallgatók, elsősorban a hallgatók száma évről évre az elmúlt időszakban nőtt, és mivel a felsőoktatási koncepcióban is az van, hogy a 20-20-ra a hallgatóknak egy 30%-ának legalább egy fél évet idegen nyelvű környezetben kellene töltenie, akár oktatásban, akár szakmai gyakorlatra. Én úgy gondolom, hogy pozitívan halad ebben a Nyíregyházi Egyetem előre. A hallgatók évente pályáznak az Erasmus Plus-ra, melyet egy munkabizottság bírál el. Finnországtól Spanyolországig számos uniós ország fogadja az egyetemistákat, akiknek teljes ellátást, szállást, utazást biztosítanak. A rászorulók pedig további havi 100 eurót is kaphatnak a Tempus közalapítványtól. Folyóparti turistahelyeket épít a Felső-Tiszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Magyar Kajakkenu Szövetség. Tiszabecstől Tiszadadáig 11 megyebeli település érintett a fejlesztésben. További 4 úgynevezett kajakkenu pont lesz, 3 borsodi és egy hajdúbihari helyszínen. A programról ma tartottak tájékoztatót a megyeházán. Csodás táj, jó hangulat, tele vannak a videó megosztók tiszatúrák amatőr felvételeivel. Sokszor csak nomád feltételek mellett tudnak vizitúrázni a résztvevők. Ezen változtatna a Magyar Kajakkenu Szövetség. A szervezet elnöke, Barát Etele mai nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, uniós forrásból 15 megállóhelyet alakítanak ki a Felső-Tiszán. 300 millió forint mindenképpen rendelkezésre arra, hogy a már megkezdett fejlesztések folytatódjon, illetve, hogy olyan helyeken is a Tisza mentén, ahol nincsen klubunkkal, nem voltunk jelen, ott is lehessen építeni, ott is lehessen befogadó helyeket létesíteni. Nagyon-nagyon komoly feladata ez az, hogy olyan helyeken kerül létrejön, ahol az iskolákkal, különböző másfajta kulturális intézményekkel is kapcsolatokat tudunk kiépíteni. A 15 új megállóhelyből 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz. A térképen látszik, hogy Tiszabecstől Tiszadadáig szinte a teljes folyószakaszon kiépítik az úgynevezett kajakkenu pontokat. A megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre azt mondta, a fejlesztésnek nem csak szabadidős, hanem gazdasági, turisztikai céljai is vannak. Ha már egy fejlesztés megvalósul egy vizes megállóhelyen, vagy vízi megállóhelyen, akkor ott valóban olyan feltételeket szeretnénk biztosítani, hogy egyrészt szolgáltatás szempontból, másrészt egy vállalkozói szempontból is lehessen kapcsolódni ezekhez a fejlesztésekhez is, és ez a helyi érdekeket azt hiszem, hogy nagyban erősíti. A megyei önkormányzat saját 5 milliárd forintos turisztikai keretéből is segíti a fejlesztést. A munka ősszel indulhat.
Megkezdődtek a szakmai szintvizsgák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A következő hetekben közel 2009-es diákat számolt gyakorlati tudásáról. Ma a karosszéria lakatosok és a járműfényezők vizsgáztak Nyíregyházán. A számonkéréseket idén már 12. alkalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szervezi meg. 23 oktatási intézményből 31 szakképesítésben közel 2000 diák tesz szakmai szintvizsgát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanulók számonkérése már elkezdődött, ezeken a felvételeken a járműfényezők vizsgája látható. 9. évfolyam járműfényező szakma tanulói vizsgáznak, 9 fő tesz mai napon érdemes vizsgát a eddig tanultakról. A munkadarab egy sárvédőnek az elejét kell majd tapaszolni, csiszolni és töltőlapozással ellátni. A vizsgafeladatnak megfelelően kittelnek, csiszolnak a diákok. A leendő járműfényezők nem tanteremben adnak számot tudásukról, hanem egy vállalkozónál külső helyszínen. A gyakorlatorientált oktatása, a gazdálkodó szervezetek bevonása ma már mindennapos a szakképzésben. Ez pedig már egy tanműhely, itt a karosszéria lakatosok vizsgáznak. A 14-15 éves fiatalok szeptemberben kezdték meg a szakmai gyakorlati tanulmányaikat. A szintvizsga eredménye ugyan nem számít bele a tanuló évvégi szakmai érdemjegyébe, ám a tét nagy befolyásolhatja a további tanulmányokat. Ha nem sikerül, nem bocsátható szakmai vizsgára, tehát a tét nagy. Vagy a következő évfolyamban az akkori 9-esekkel megismételtetjük a gyerekkel, hogy csak megszerezze, de ez magával hozza azt is, hogy tanműhelybe kell maradnia, hiszen a szintvizsga birtokában lehet a termelő tevékenységet termelőkörülmények között folytatni, egyébként tanműhelybe kell megszerezni azokat az ismereteket, amelyel eljut odáig, hogy szintvizsgát tehessen. Március elején többek között a villanyszerelők, a hegesztők és az ipari gépészek szintvizsgáját tartják majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szeptembertől a Nyíregyházi Egyetemen olyan másodiplomás képzés indul, ahol a már végzett mérnökök hagyományos fosszilis, megújuló és atomenergetikai szakképzésben vehetnek részt. Az egyetem célja a szakirányú továbbképzéssel, hogy reagáljanak a korszerű energiaipar, valamint a paksi atomerőmű bővítése után felmerülő munkaerőigényekre is. Az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány egy olyan négyrészes konferencia sorozatot indított, amelynek témája az energiahatékonyság és a biomassa hasznosítása. A nyitó konferencián az együttműködések határon átnyúló lehetőségéről is beszélt Szuhócki Gábor, a rendezvény sorozat házigazdája. Alapítványunk, az Integráció Minőségi Fejlesztésért Alapítvány célú tűzte ki, hogy egy 4 programból álló konferencia, illetve workshop folyamban megpróbálja a helyi vállalkozókat, az önkormányzatokat és a civil szervezeteket a legújabb energiahatékonysági, energiatakarékossági és megújuló energiával kapcsolatos tudással felvértezni. Fontos, hogy a 4 programnak alapvető eleme, hogy a kárpátaljai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozók megismerjék egymást, és megnézzük, hogy melyek azok a fejlett technológiák, amelyek segítségül lehetnek Kárpátalján is. A rendezvényen Sikolya László, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Gazdaságtudományi Intézetének igazgatója arról beszélt televíziónknak, hogy az egyetem képzései a felmerülő legkorszerűbb hazai igényekre is reagálnak. Az energetikai szakmérnök képzés mérnökök, akik már mérnöki diplomával rendelkeznek, másoddiplomás képzésre, szakirányú továbbképzésre hivatalosan nevén be tudnak jelentkezni. Egy költségtérítéses képzés 3 modulból áll. Van egy hagyományos energetikai része, egy fosszilis energiára épülő, egy megújuló és egy atomenergiára épülő modul. Arra számítunk, hogy ha bővül Paks, illetve a megújuló energiákra nagy szükség van, akkor ezek a szakemberek helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon mind a 3 területen. Sikolya László hozzátette, az energetikai modul minden mérnök szakképzés része a Nyíregyházi Egyetemen, így a gépész, mezőgazdasági, élelmiszeripari gépészmérnök, az agrármérnök, valamint a közlekedésmérnök hallgatók is részt vesznek energetikai képzésben. 2016 ismét egy nappal hosszabb szökőév az idei. A mai napon csak délelőtt már 6 kisbaba született a Nyíregyházi Józsa András kórházban. Az elmúlt évek adatai alapján pedig évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb a születések száma Magyarországon.
2016 egy újabb szökőév, ilyenkor 29 napos a február. Az ezen a napon született kisbabákat a törvény szerint február 29-ére kell anyakönyvezni, azonban sokan előtte vagy utána ünneplik születésnapjukat. A Nyíregyházi József András Oktatókórházban több gyermek is született már délelőtt. Fölker Krisztináék családja az új baba érkezésével bővült négytagúvá. Kisbabám császármetszéssel született 9 óra 20 perckor, Szokolovszki Emesének hívják, 49 cm és 3120 grammos. Úgyhogy igazából az, hogy mikor született, melyik nap, ez most annyira 20-rangú számunkra, hogy semmit nem számít. Későbbiekben majd biztos lesz belőle vicc, illetve majd meglátjuk, hogy mennyire fogja letagadni későbbiekben a korát. Évről évre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik a legtöbb gyermek Magyarországon. Csak tavaly 3550 szülés volt a nyíregyházi kórházban. A ma délelőtt folyamán eddig 6 kisbaba született itt, Nyíregyházán, a József András kórházban. A szülőszobán azonban folyamatosan várakoznak még a kismamák. Én azt gondolom, hogy még fognak is születni, és ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, tehát én nem tapasztaltam a kismamákon bármilyen olyanféle aggodalmat, hogy most 29-e van, és most ugye, mint ahogy szokták mondani, 4 évente van a születésnapja a babának, ez nem okoz gondot. Én azt gondolom, hogy aki várja az újszülöttet, vagy várják elsőben, azok a párok annak örülnek így is. Bár a szökőévben 29 napos a február, kevesen tudják, hogy mégsem az utolsó napot tekintjük szökőnapnak, hanem a hónap 24. napját. Ez a dátum pedig a római naptárra vezethető vissza. Pálffy Julianna festőíró és Pálffy István festőgrafikus művésze kiállítása nyílt meg pénteken Nyíregyházán, az E-Star Kortárs Galériában. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Hiába nyert meg 3/4, a mérkőzést elveszítette a körmenderen a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda NB1 20. fordulójában lejátszott találkozón a hazaiak már 23 ponttal is vezettek a friss kupa győztes ellen, végül azonban a vendégek örülhettek 90-84-es győzelmüknek. 4 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Szombathelyen megrendezett téli dobóbajnokságon. Diszkoszvetésben a nőknél Kerekes Dóra a második helyen végzett, a férfiaknál Kerekes László a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az ifjúságiak mezőnyében Zsiga Kinga diszkoszvetésben ezüst, Urbán Ákos pedig súlylökésben bronzérmes helyen zárta a versenyt. Pálffy Julianna festő és író és Pálffy István festő-grafikus művészek kiállítása nyílt meg pénteken Nyíregyházán, az E-Star Kortárs Galériában. A tárlaton az alkotók munkásságát Szepesi Béla grafikus művész mutatta be. Groteszk figurák és női alakok, izgalmas, szürreális világ és sejtelmes portrék. Többek között ezekkel a jelzőkkel illethetők Pálffy Julianna és Pálffy István művei, amelyekből a galéria vezetője a farsang jegyében válogatott egy kiállításra valót. Meg akartuk mutatni a téma kapcsán, tehát a farsang téma kapcsán, hogy ennek is van művész szempontból is női és férfi oldala. Julikának a nőiessége, a színek szeretete domborodik ki most is a témához kapcsolódóan, de általában attól függetlenül is. Putyunak pedig a groteszkre való hajlama és készsége ezeken a képeken is átütt. És úgy gondoltuk, hogy az ő párosításuk mindig egy nagyon izgalmas felvezetés. Az alkotók munkásságát Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója mutatta be, aki elmondta, a művész pár egy festői világot alkot, képeiket a szárnyaló tűz és a föld energiája hatja át. Pálffy Julianna Art Deco hangulatú művei kárpátaljai, ukrajnai, ausztriai, németországi, szlovákiai és hazai magángyűjteményekben találhatók. Visszatérő témája Velence, a karnevál. Az első teremben van a Karnevál Velencébe című képem, amit nagyon szeretek, az igazán a témába illő. Többször voltam is Velencében már a karneválon, ami meghatározó élmény volt. Többször meg is festettem ezt a velencei karnevált. Ide is csupa olyan képet hoztam, ami színes, vibráló, azt hiszem könnyű téma, és illik ehhez a témához.
Pálffy István munkáit halsányabb hang jellemzi. Látásmódjában meghatározó a groteszk. Alkotásainak jelentős részét a cirkusz, a színház sejtelmes világa ihlette, képei az emlékek panoptikumára emlékeztetnek. Megfestem a fák fájdalmát, az emberek örömét és bánatát, a mindenféle viszontagságait, meg érdekességet. Amit látok, azt festek, csak egy kicsit így egy bizonyos... Ez egy bizonyos lencsén át. A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján egy hónapon át látogatható a Nádor utcai galériában. Hiába nyert meg 3-1-et, a mérkőzést elveszítette a Körmend ellen a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda NB1 20. fordulójában lejátszott találkozón a hazaiak már 23 ponttal is vezettek a friss kupa győztes ellen, végül azonban a vendégek örülhettek 90-84-es győzelmüknek. A hétközben igazolt új játékossal Márkusz Vérrel a soraiban fogadta a friss kupa győztest a legutóbbi bajnokiát négyszeres hosszabbítás után elveszítő Nyíregyháza. Az első negyedet 32-21-re, a másodikat 16-14-re nyerte a házigazda, sőt a harmadik 10 perc is a kék cápák élet, úgy, hogy közben 20 pont fölé is kúszott a két csapat közötti különbség. Semmi nem utalt arra, ami a záró negyedben történt, a vendégek ugyanis állva hagyták a teljesen leblokkoló hazaiakat, egy 16-0-ás rohanással egyenlítettek, majd a vezetést is átvették a körmendiek, akik végül 6 ponttal megnyerték a számukra már veszélylátszó mérkőzést, míg a nyíregyháziak csak maguknak tehetnek szembehányást a bravúr elmaradásáért. Az első 3-4-ben fegyelmezetten kosárlabdáztunk, és lejátszottuk a dolgainkat addig, ameddig kell. A negyedik negyedben egy kicsit agresszívebb lett a Körmend védekezése, erre mi azzal reagáltunk, hogy összedőlt minden. Volt egy edzőm egyszer, ő azt mondta, jót nevettünk rajta akkor, hogy megfejtük a tehenet, majd utána a negyedik negyed elején megfogtuk és kiborítottuk az egész tejet. Hát ez ma így nézett ki. Ezt a meccset nyernünk kellett volna, és egyszerűen elképesztő, hogy a negyedik negyed elején hogyan kosárlabdáztunk, és hogyan hoztuk fel az ellenfelet, és hogyan adtuk nekik oda a győzelmet. A vendégek edzője szerint annak köszönhették sikerüket, hogy egy pillanatig sem adták fel a küzdelmet. A lényeg az volt, hogy hit benne a csapat, hogy meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, és a harmadik negyedik negyedben végre bement pár dobás, és ahogy egyre keményebben játszottunk, így sikerült megnyerni a mérkőzést. A forduló további eredményei: Atomerőműese Kecskemét 77-72, Szombathely Mafc 86-63, Szolnok Kaposvár 76-52, Sopron Jászberény 87-71 és Pécs Albafehérvár 86-88. A tabella élén az Atomerőműese áll 16 győzelemmel és 4 vereséggel, megerőzve az egyaránt 15-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot és Zalaegerszeget. A Marsó-Nyíregyháza 4 győzelemmel és 16 vereséggel a 13. helyen várja szerdai kecskeméti vendégjátékát. 4 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Szombathelyen megrendezett téli dobóbajnokságon. Diszkoszvetésben a nőknél Kerekes Dóra a második helyen végzett, a férfiaknál Kerekes László a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az ifjúságiak mezőnyében Zsiga Kinga diszkoszvetésben ezüst, Urbán Ákos pedig súlylökésben bronzérmes helyen zárta a versenyt. Tatai edzőtáborozást követően álltak rajthoz a legjobb nyíregyházi atléták a téli dobóbajnokságon. Szombathelyen 2 ezüst és 2 bronzérem jutott Kerekes László tanítványainak, akik közül a diszkoszvető Szikszai Róbert elmaradt a várakozástól, az U23-as Európa-bajnoki bronzérmes az 5. helyen végzett. 4 éremmel elégedett vagyok, mert körülbelül ennyit terveztünk. Igaz, hogy a versenyzők nagyobb része hozta is a teljesítményt, az elvárt eredményeket, viszont a legfontosabb, illetve a legeredményesebb versenyzők az nem igazán, és ez rányomta a bélyegét az egész versenynek az eredményességére. Kerekes Dóra diszkoszvetésben 49 méter 22 cm-es eredménnyel szerezte meg az ezüstérmet. Elégedett vagyok vele, szerettem volna nagyobbat dobni, de a helyezés ez volt a kitűzött cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy így első versenynek jó volt. Káplár János 56-48-as eredménye a 4. helyen végzett a diszkoszvetők mezőnyében. Őszintén szóval nem vagyok elégedett se az eredménnyel, se a helyezéssel. Bár azt leszámítva, hogy a héten, vagy múlt héten edzőtáborban voltunk Tatán,
nem edzettünk úgy, de a dobás sem ment úgy, meg ugye előtte se dobáltam 56 méteren a nagyobbat, végül is így utána belegondolva jó az az eredmény. Szerettem volna egy olyan egyéni csúcs közelébe, egy 59-60 méter körül dobni. Ez most nem jött ki, hát majd a következőkben két hét múlva utazunk ugye elvileg az Európa kupára, aztán majd ott hátra kijön ez a 60 méteres dobás. Az aradi Európa kupán Káplár János és Kerekes Gyóra képviseli majd a nyíregyházi színeket. Március végén Portugáliába, majd Montenegróba utaznak edzőtáborozni a dobóatléták, hogy tökéletesen fel tudjanak készülni a szabadtéri versenyidőszakra. A papírformának megfelelően hazai győzelemmel zárult a két NB3-as megyebeli csapat mérkőzése. A keleti csoportban listavezető Nyíregyháza Spartacus 3-0-ra verte a sereghajtó Nyírbátort. A Spari kedden a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján Debrecenben lép pályára. Az első meccset a hajdúságiak nyerték 2-1-re. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 64 hallgató és 53 oktató mintegy 155 ezer eurót nyert el a tavalyi évben az Erasmus Plus programban. A Nyíregyházi Egyetemen évről évre növekszik a külföldi egyetemeken is tanuló hallgatók száma. Az egyetemisták mobilitását elősegítő ösztöndíjprogram kedvelt itthon, hiszen a külföldi egyetemeken szakmai tapasztalatot, nyelvtudást szereznek a diákok. Egyébként uniós irányelv, hogy 2020-ra a felsőoktatásban tanulók minimum 30%-a legalább egy fél évet töltsön el idegen nyelvi környezetben. Folyóparti turistahelyeket épít a Felső-Tiszán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Magyar Kajakkenu Szövetség. Tiszabecstől Tiszadadáig 11 megyebeli település érintett a fejlesztésben. További 4 úgynevezett kajakkenupont lesz, 3 borsodi és egy hajdúbihari helyszínen. A programról ma tartottak tájékoztatót a megyeházán. Megkezdődtek a szakmai szintvizsgák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A következő hetekben közel 2009-es diák ad számot gyakorlati tudásáról. Ma a karosszéria lakatosok és a járműfényezők vizsgáztak Nyíregyházán. A számonkéréseket idén már 12. alkalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szervezi meg. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel keddeste is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós esős időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon alakítja térségünk időjárását, amely délnyugatról északkelet felé helyeződik. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, jelentős mennyiségű eső várható, az északi-északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult idő várható esővel, záporral, a délutáni óráktól néhol havas eső, a hegyekben havazás is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. A meteorológiai tavasz viszonylag enyhe, de csapadékos idővel köszönt be, a hét további részében is jellemző lesz az erősen felhős vagy borult idő, csak szerdán és pénteken csökken átmenetileg a felhőzet, ezt leszámítva folytatódik az esős idő, a magasabban fekvő helyeken továbbra is hóesés valószínű, a nappali órák hőmérséklete többnyire az átlag körül alakul.